A dabasi polgármesteri hivatal harmadik emeleti termébe várták azokat a fiatalokat, akik jelenlegi képviselők, illetve akik ebben az évben az új választás keretében szeretnének csatlakozni a gyermek- és ifjúsági önkormányzathoz. Ugye ezt már korábbi beszélgetésekben említettem, hogy a G5-ös csatlakozott a gyermek- és ifjúsági önkormányzat. És a G5 egy roadshow-t tart most az országban, ahova Dabas is jelentkezett, mint egy székhely vagy egy hely, aki egy előadásnak ad helyet. És igazából úgy van itt nekünk egy előadás most a G5 szervezésében. Az egész délutános előadást Gulyás Barnabás, az Országos Gyermek- és Ifjúsági Társulás elnöke tartotta a fiataloknak. A mai témánk az a kapcsolatok és együttműködés struktúrált párbeszéd helyi fiatalok és döntéshozók között. Ugye az együttműködésre, a kapcsolatokra, a közös munkára hívja fel a figyelmet, úgy a gyermek- és ifjúsági önkormányzati tagok részére, illetve ugye a város vezetői, a döntéshozók között. A helyi fiatalokkal, illetve a gyermek- és ifjúsági önkormányzat képviselőivel arról próbálunk megbeszélni, hogy hogyan tudnak ők, mint fiatalok, különböző intézményekkel, döntéshozókkal és magukkal a fiatalokkal kapcsolatot kialakítani és velük együttműködésre lépni. Ezt megfűszerezzük annyival, hogy a struktúrált párbeszéd fogalmával megismerkedünk, ami azt jelenti, hogy az őket érintő ügyek kapcsolatos döntésekbe megpróbálnak bekapcsolódni. Ezt az Európai Bizottság kezdeményezte már jó régen, és ennek különböző európai, illetve hazai folyamatai is vannak, amelyeket úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy megismerjenek a dabasi fiatalok is. Az előadó úgy állította össze a programot, hogy ne csak jegyzetelniük kelljen a képviselőknek, hanem interaktív legyen az egész délután. A kis létszám pedig lehetővé tette, hogy kis csoportos foglalkozásokon is részt vehessenek. Szerintem jó, hogy itt vannak, meg szerintem ők is jól érzik magukat, bár jelezték is, hogy jobb, hogy nem tudom, melyik órán vannak. Ez általános dolog. Illetve azt tapasztalom, amit nagyon sok helyet az országban, hogy a gyermek- és ifjúsági önkormányzatok többségében úgy gondolják magukat, mint egy főként programszervezéssel foglalkozó szervezet, és nem biztos, hogy mindig tudják, hogy ebből a dologból ki tudnak lépni, illetve sokkal többet is tehetnek ennél, amelyek egyébként szuperek, hogy foglalkoznak azzal, hogy az ifjúságnak szóló programokat biztosítanak, és velük ilyen szinten kapcsolatot ápolnak, de megdöbbenő arcokat is láttam ennek okán, hogy olyan dolgokról beszéltünk, amelyeket nem biztos úgy minden nap elővesznek. Én úgy gondolom, hogy pozitív, meg látom, hogy nagyon aktívak, úgyhogy nagyon örülök neki. Szerintem nagyon sokat mond mindenkinek, mert leginkább ráhelyezi a hangsúlyt arra ez az előadás, hogy mit kell még tennünk az érdekében, hogy a Dabasi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat még jobban működjön, és a fiatalok érdekeit még jobban tudja képviselni.